Még látszik, a pályasara a rongálóautó gumiján. Néhány napja értesítette a rendőröket Szakály polgármestere, mert valaki vagy valakik szándékosan drifteltek a helyi focisták által használt területen. Az egyenruhások napokon belül elfogták a gyanúsítottat. Sikerült azonosítani egy 19 éves regői férfit, aki feltehetően a driftelést elkövette, ezzel megrongálva a szakályi focipályát. Kollégáim megkeresték a fiatalembert, akit elszámoltattak, ő el is ismerte, hogy az újonnan vásárolt autóját a szakályi focipályán próbálta ki. A regői fiatalnak rongálás miatt kell hamarosan bíróság elé állnia, de nem ő az egyetlen, aki az elmúlt időszakban így vandálkodott. Ezeket a fotókat júniusban készítették a rendőrök, akkor Bátaszéken történt hasonló. Még a nyár elején a bátaszéki focipályát rongálta meg ismeretlen személy az autójával, melyet kollégáim felderítettek, azóta a 21 éves férfit már gyanúsítottként is hallgatták ki. A nyári rongálás értéke meghaladta a 500 000 forintot. Úgy tudjuk, a mostani Szakályban történt esettel okozott kár ezt az összeget nem éri el.